Ez kettő is. És akkor aki pálinkát ívott, az ívott bort, pesgőt, meg sört is, ugye? Hát, de vagy rendes emberek, a büfések álma, nagyszerű. Ki az, aki egész nap vizet ívott? Vízivó, kezeket a magasba! Fúj! Vízivó vagyok! Nem szégyeled magad! Hát, vizet! Ebben a szárazságban, kukorica meg ekkora! Hagyjad már vizet! Jó, kísérőnek elmegy, rendben van, bevállalod, oké. Okay. Képzeljétek el, múlt héten kim vagyunk Cseszkóban, megittem egy olyan 7-8 Belrovkát, kezdett barna jó kedvem lenni! Azt mondja a szervező, te kicsit le kéne lassulni már, igyál egy féket. Mondom, milyen hülyeség az, hogy féket inni. Igyok egy pohár vizet. Mondom, Nóra, már is vagy te nyomott fejű. Hát vizet igyanok az? Honnan tudtad? Ja, Istenem! Évnyitó. Hú, gyerekek, mit tanulnak ezek te? És igen, iskola, te kaka, jó? Búgos csika, kaka, ó. Na, jaj, hát köszönjük szépen, mindenki rendben van. Megmondom őszintén, muszáj néha pohározni, unom, mert olyan rossz híreket kapok folyamatosan. Én Pest mellett lakom egy kis városban, Los Angelesben, és olyan szörnyű dolog történt, képzeljétek el, kirúgták nálunk a körzeti orvost, mert állítólag lefeküdt a betegeivel. Hát ha tudnátok, milyen remek állatorvos volt. Hát most soha visszamoltak mi a delfinemet. Na mindegy. Háj gyerekek, szomorú vagyok. Tévét se kapcsolom már, mert mindig ugyanazok vannak. Mindig ugyanazok vezetik a műsorokat. Az egyszer a zsűribe van, egyszer a kvíz vezeti, egyszer énekel, meg való világ, ahol mondom. Van ez a gyerek. Villanyszerelőként kezdte,
Lajcsi úgy végezte mondjuk. Aztán egyre többet kezdett itt szerepölgetni, való világ, minden, rappel, énekel, most már minden este ő van a képernyőn, hölgyeim és uraim. Az Auszti hős úgy van, a Kalamajka Majka! Csácsó Micsá. Ha egyedül jöttem, Körtis Oszlóban van. Nem tudom hányas a kabát nekem, Kakaó Gangster rég a nevem. Mint az a napközi Sion lakott, Oszlo gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a hatnikon, nem veszek egy kosú díjasikon. Szót a szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben. Szót a szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben. Sokat tudják már mit kell csinálni, szeretném hallani a tapsokat, itt vannak a táncos gitár, nagy tapsok nekik, jó? Kicsit lámparázásra szükség van, egy kis buzdításra, na mindenki táncol! Mindenki más volt, a 90-es években mindenki szár volt, mert aztán gáz volt, húzunk pár évre. Napjainkban csak a nézettség a lényeg, ezt is megértem, és minden este. Nagyon szépen köszönjük, további jó út kívánok mindenket. Viszont látásra két csoka hölgyeknek, szevasztok, millió puci! Köszönjük szépen! Na, A csámú tudja, hogy kell. Vissza, 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 ez meg csak irányítok. Kell, vissza! Én visszajövök, mert nem akarok balhét. Jaj, megismerlek, most már megismerlek én is téged. Te nem, nem apádnak a fia vagy, nem? Fia, 27-én nem voltál a Tatabányán? Tudod, ott a műfáz mellett volt a mindenki. Ott voltál, nem? Na, mondom, megismertelek, jó van. Jaj, ezt mondja, várjál már, jó majd. Kicsit később beszélgetünk. No, hát akkor búcsúzóval hoztunk egy mullatos nótát, de tényleg azt mondja a kérésem, hogy tényleg mindenki táncoljon, jó? Tehát tényleg táncoljon szépen, rendesen, ahogy kell. Jó? No, találjuk ki először, hogy melyik zenekar lesz. Egy előadó páros hoztunk magunkkal, onnan ismerhetők meg, hogy egy csodálatos autóval járják az országot, világot. Ki sem mondtam. Őrület, őrület. Hát ez beépített ember, komolyan mondom.
abba a kocsiba be nem szállsz. Hát lelövi a poénomat, komolyan mondom. Jaj, édesöcsém, mit csináljak én veled? Hát gyere föl a színpadra, aztán csinálj ilyen 3-4 órás műsort. Aztán lehet, hogy megvernek. Na, hát akkor hátul nem hallották, tehát a hátul ülőknek, vagy a hátul állóknak mondom, hogy egy A8-assal járnak ezek a srácok. És hát ott is már mindenki tudja, hogy Jolly-ról van szó, és Jolly-nak legjobb barátja, ugye, a kisgrófó. Hát hölgyeim és uraim, akkor érkezik a színpad, ez a két csodálatos férfi. Először jön a Töpszli, utána meg a... Hey! Hát csumidázom a kakilótokat, arra! Induljál be, butuljál be! Hoppé! Hey!